Az olimpia a világ egyik legnagyobb sportrendezvénye, ahol több száz ország sportolója mérkőzik meg egymással. Ezek a sportolók foggal körömmel és mindent beleadva küzdenek azért, hogy megszerezhessenek egy olimpiai érmet és felállhassanak a pódiumra. Ebből kifolyólag előfordulhat, hogy a sportolók többet vállalnak be, mint amit a tudásuk és a képességük megenged, és ilyenkor súlyos balesetek következhetnek be. Amikor futás közben elesel, az talán nem is olyan nagy dolog, de ezek az atléták a határokat súrolják a sebességükkel és a beleadásukkal, szóval amikor ők elesnek, akkor eléggé nagyot csapódnak, és súlyos sérüléseket szereznek, ezért a mai videóban elhoztam nektek a 10 legdurvább balesetet, amik az olimpián történtek. De mielőtt belevágnánk, ne felejtsd el lájkolni ezt a videót, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket, hogy te sem maradj le egyetlen videóról sem. Katie Glynn. A gyeplabda első ránézésre egy ártatlan sportnak tűnhet, ahol néhány játékos faütőkkel szaladgál a pályán, hogy a labdát az ellenfél kapujába üsse. Ez a sport még akár biztonságos is lehetne, de a nemzetközi mérkőzéseken a sisak és egyéb védőfelszerelések viselése nem kötelező, így amikor az ütő a labda helyett a másik játékos találja el, az egy látványos vérfürdőt eredményezhet. A 2014-es londoni olimpiai játékokon sem fogták vissza magukat a játékosok, és Katie Glynn sajnos pont rosszkor volt rossz helyen. A hollandok ellen játszott meccsen az új-zélandi szupersztár Katie Glynn csak a szokásos formáját adta, amikor megpróbált elmenni a holland védők mellett, de a hatalmas tempó nem tartott sokáig, ugyanis az egyik holland védő a labda helyett Katie fejét találta el az ütővel. Katie azonnal a földre borult vérző fejjel, de néhány perc múlva már ismét a pályán volt, hogy végigjátsza a meccset. Katie a meccs után egy csodálatos képpel kápráztatta el a twitteres rajongóit, ami jól látszik, hogy a sérülés nem lehetett túlságosan kellemes. John Robert Selsky. Igen, a gyors korcsolyázás pontosan annyira veszélyes, amennyire ez annak hangzik és tűnik. A sport tulajdonképpen nem más, mint jégkorcsolyázás elképesztően nagy sebességgel olyan éles korcsolyákkal, amivel a hétvégi pörkölthöz vásárolt csirke mellett is könnyedén fel tudnád vágni. Egyetlenes és könnyedén csonttörésekhez és vérző nyíltsebekhez vezethet. John Robert Selsky egy amerikai rövidtávú gyors korcsolyázó, aki a három olimpiai érmén kívül rengeteg világbajnoki érmet és egy eléggé kellemetlen sérülést tudhat a magáénak. A két versenyző, aki Selsky előtt egymással ütközött, segített Selskynek abban, hogy egy újabb olimpiai bronzérmet szerezhessen, de ne gondold azt, hogy mindig ennyire szerencsés ez a férfi. 5 hónappal az olimpiai bronzérem előtt Selsky egy teljes sebességű ütközés részese volt. Selsky korcsolyája az esés közben belevágott a férfi bal combjába, ami egy 15 cm hosszú és 5 cm mély vágott sebet hozott létre. Selsky állítása szerint a sérülés pillanatában elgondolkozott azon, hogy vajon képes lesz-e még valaha korcsolyázni. Szerencsére a felépülés eléggé gyors volt, amit semmi sem bizonyít jobban, mint az 5 hónappal később szerzett olimpiai bronzérem. Baranyai János. Amikor hatalmas súlyokat emelgetsz a fejed fölé, akkor két dolog történhet. Az egyik lehetőség az, hogy minden rendben megy, ledobod a súlyt és mindenki örül, a másik pedig az, hogy bekövetkezik egy baleset, és ebben az esetben a súlynak köszönhetően a karod olyan irányba fog kitekeredni, ami nem lesz kellemes, és ilyenkor hatalmas sérüléseket szerezhetsz. Sajnos a magyarok egyik nagy reménységével, Baranyai Jánossal pontosan a rosszabbik eset történt meg a 2008-as Beijingi olimpián. Baranyai 148 kg-ot próbált meg felemelni, mindezt azok után, hogy 141 és 145-öt már sikeresen felemelt. Sajnálatos módon ennél a próbálkozásnál Baranyai János válla kiugrott a helyéről, aminek köszönhetően a karja a súllyal együtt teljesen hátrahajlott. A balesetről készült felvételeket rengetegen látták az interneten, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a legtöbb ember már a puszta látványtól is képes elképzelni, hogy mekkora fájdalmakat élhetett át Baranyai János. Semir Ait Said. Semir a francia tornás csapat egyik legnagyobb reménysége volt, amit legfőképpen a gyűrűn való teljesítményének köszönhetett. Gyűrűn való teljesítmény ide vagy oda, Semir számára az olimpia tragédiával végződött. Még a gyűrűs gyakorlatok előtt Semir a lóugrást követő érkezésnél rosszul ért földet, aminek eredményeképp a lába a sípcsontörésnek köszönhetően nagyjából 80 fokban elhajlott. Semir nyilvánvalóan azonnal észrevette, hogy valami nincs rendben, és a csapattársak is csak nagy nehézségek árán voltak képesek Semir lábára nézni. A legtöbb ember már a sérülés látványától is fájdalmakat él át, így el lehet képzelni, hogy mekkora fájdalmakat élhetett át Semir a sérülést követően. Greg Louganis.
Greg Louganis egy közismert név a műugrásban jártas emberek számára, ami nem meglepő annak tudatában, hogy Gregnek 4 olimpiai arany és 1 ezüstérme van, ami egyetlen embertől egy eléggé nagy szám. Greg az egyik aranyát az 1988-as szöuli olimpián szerezte, de azok, akik élőben nézték az erről az olimpiáról közvetített műugrást, valószínűleg egy másik okból emlékeznek Gregre. Greg az egyik ugrása közben a tarkóját ütötte be, aminek köszönhetően szétnyílt és vérző fejjel érkezett a vízbe. A sérülések ellenére Greg 5 vadonatúj öltéssel a fején sikeresen befejezte az olimpiát, és büszkén egy aranyérem társaságában térhetett haza. A felvételek nézése közben lehetséges, hogy egyetlen pislogásnak köszönhetően lemaradsz a részletekről, de ha figyelmesen nézed a felvételeket, akkor jól láthatod, hogy Greg feje visszapattan az ugródeszkáról. A felvételen tisztán hallatszik a közönség reakciója, ami a látottak alapján nem túl meglepő. Nyeste Adrien. Nyeste Adrien a karrierje egyik legjobb formájában vágott neki a 2000-ben megrendezett Sydney olimpiának, de sajnos a felemás korláton elvégzett gyakorlat egy hatalmas tragédiába torkollott. Az olimpiai játékok tornászai között nem a magyarok a legerősebbek, de Nyeste Adrien még ennek ellenére is egy nagy reménysége volt a magyaroknak. Adrien a felemás korláton végzett szinte teljesen hibátlan gyakorlata közben az alsó korlátról a felső korlátra ugrott át, de a túlságosan nagy lendületnek köszönhetően egy átfordulás során a keze lecsúszott a korlátról, és sajnálatos módon a fejével előre csapódott be a szőnyegbe. Nyeste Adrien egy darabig mozdulatlanul feküdt a földön, miközben az edzők megpróbálták felébreszteni. Adrien szerencsére képes volt talpra állni és meghajolni a közönség előtt. Rendkívül félelmetes az a tény, hogy ezek a balesetek bármelyik pillanatban bekövetkezhetnek, még egy olyan sportolóval is, aki képes egy szinte tökéletes teljesítmény nyújtani minden alkalommal. Jutō Otsuka. És íme az egyik legfrissebb olimpiai baleset, ami a 2018-as Pjongcsangi téli olimpiai játékokon következett be. Talán te is el tudod képzelni, hogy mi mehet keresztül egy olyan 16 éves tinédzser fejében, aki arra készül, hogy a világ legnagyobb téli sportrendezvényén vérprofi veteránokkal mérje össze a tudását. Igen, valószínűleg Jutō Otsuka rendkívül izgult és félt, hogy hogyan teljesít majd, és talán ez lehetett az oka annak, hogy ez a baleset bekövetkezett. Jutō a félcsőben elindult, bemérte az ugrást és a magasba repült, de sajnálatosan az irány egy kicsit eltért a megfelelőtől, aminek köszönhetően Jutō egyenesen a félcső peremébe csapódott be. Annak ellenére, hogy Jutō megúszta nagyobb sérülések nélkül, a látvány borzalmas volt, amire már csak Jutō fiatal életkora tett rá egy lapáttal. Nicolas Bokatay. Nicolas Bokatay kőkeményen készült az 1992-es téli olimpiára, aminek kezdetéig már csak 2 nap volt hátra. Lehetséges, hogy a verseny előtti izgalom is közrejátszott abban, hogy Nicolas az egyik nyílt lesiklópályán a megszokottnál sokkal nagyobb sebességgel ütközött. Nicolas az esés során még egy hatalmas hóekének is neki ütközött, amit a lesiklópályák karbantartására használtak a pálya üzemeltetői. Ebben az évben Nicolas volt a svájci óriás műlesikló csapat egyik legnagyobb reménysége, de mint azt a jelentések is bizonyítják, Nicolas az életét vesztette, amikor a hóekének csapódott. Az óriás műlesiklás az egyik legveszélyesebb sportág, de az itt bekövetkező balesetek is csak ritkán követelik emberek életét, így ez az eset az egyik legszomorúbb az olimpiai játékok történelme során. A kanadai bob csapat. Nos, a 2014-es Szocsi téli olimpia sem maradhatott el baleset nélkül. Néztél már valaha sportcsatornán közvetítés bobozásról? Ha igen, akkor jól tudod te is, hogy ez a sport mennyire gyors és mennyire veszélyes. Ha itt egy baleset következtében a sportolók kiesnek a bobból, akkor azok az éles kanyarokkal telített pálya aljáig képtelenek lesznek megállni. De tudod, mi az, ami még ezeknél a kanyaroknál is élesebb? A bob alján található élek. Nos, a kanadai csapat Nagy-Britannia idejét szerette volna legyőzni, de sajnos az egyik kanyar túlságosan gyorsan próbálták meg bevenni, és a csapat bobja felborult. A bob egészen a pálya aljáig siklott, az oldalára borulva, miközben a sportolók feje a bukósisakkal együtt a jéghez ért. Szerencsére a csapattagok sérülés nélkül távoztak a helyszínről, amit a felvételek láttán eléggé nehéz lehet elhinni. Emily Sweeney. A szánkó még a bobozásnál is sokkal veszélyesebb, mivel itt az egyetlen védőfelszerelés az a bukósisak, és még a bob sincs ott, hogy megvédje az embert egy baleset során. Ez a sportág annyira veszélyes, hogy 2010. február 12-én a grúziai szánkós Nodar Kumaritasvili az életét vesztette, amikor 144 km/h sebességgel egyenesen lerepült a szánkóról, majd kirepült a pályáról és egy a pálya melletti oszlopnak csapódott.
Az olimpiai játékok biztonságáért felelős emberek minden egyes cikkben Nodárt hibáztatták és azt nyilatkozták, hogy a baleset a sportoló tapasztalatlanságának volt köszönhető, ennek ellenére valamiért mégis úgy döntöttek, hogy módosítanak a pályán, hogy ez a bizonyos kanyar lassabb legyen. Nodár családja teljesen másképp gondolja ezt és a szervezőket hibáztatja azért, amiért egy ilyen életveszélyes lesiklópályát építettek meg. Az amerikai sportoló Emily Sweeney is hasonlóan járt, amikor a szánkó a pálya közepén keresztbe fordult, aminek következtében Emily faltól falig csapódva csúszott végig a pályán. Szerencsére Emily megúszta súlyosabb sérülések nélkül, de még ennek ellenére is megkérdőjelezhető az, hogy valóban szükség van-e erre a veszélyes sportágra az olimpiai játékokon. De eltörölnéd-e a szánkót az olimpiai játékokról, vagy esetleg meghagynád, hogy még több izgalom maradjon a nézők számára, és még több ember sérülhessen meg az olimpiai játékok során? Válaszodat írd le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni, megosztani az ismerőseiddel, és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!